Most tehát Biodóm egy szomorú beton és plexi építmény a Városligetben, aminek a befejezésére most senkinek nincsen pénze. A főváros vezetése azt mondja, hogy erre nem telik, a kormány meg nem ad, mert azt mondja, hogy ez a főváros beruházása. Ez akkor is így van, ha még Tarlós idejében kezdődött az építkezés. Amúgy Tarlós István is megszólalt a minap, aki azt mondja, hogy abból a pénzből, amit ő hagyott a kasszában, már rég be kellett volna fejezni a Biodómot. Mi bejutottunk az épületbe, és ezt láttuk. A legfenségesebb és egyben legijesztőbb hely a félig kész Biodómban. Ebben a hatalmas tartályban 3 millió liter víz van. Nyugodtan hívhatom a szellemkastélyok mintájára szellemtartálynak, hiszen évek óta cápáknak kellene itt úszkálniuk, ehelyett évek óta van itt csak a víz. Ez pedig a Biodóm másik csarnoka. A látványtervek szerint így kellene kinéznie. Állatok, növények, csónakázótó és persze boldog látogatók kellene, hogy benépesítsék. Ehelyett beton és fém mindenhol. A Biodóm második emeletén vagyunk, és hogyha innen lenézünk, akkor az eredeti tervek alapján itt ezen a lépcsős részen lennének az orrszarvúak. Ha egy kicsit tovább nézünk, akkor a malájmedvék itt középtájékon. Mellettünk, a betonfal mellett azon a zöld részen lenne a csónakázótó. Aztán, hogyha megint fordulunk egy kicsit, akkor ott hátul az üveges részen a törpe csimpánzok kapnának helyet, és egészen a messze távolban, ahol a pálmák állnak, ott pedig az elefántok lennének. Hangsúlyozom, ez az eredeti terv. Azért kell ezt külön kiemelni, mert ma, vagyis 2023-ban vélhetően ember nem tudja, hogy valaha benépesítik-e majd az állatok, növények és a látogatók a Biodómot. A Vidám Park ma is nagyon népszerű. A 130. születésnapját ünneplő Vidám Parkban a Ringlispiel idézi leginkább a múltat, hiszen nagyszüleink ifjúkora óta hűen őrzi külsejét. A Biodóm helyén állt a Vidám Park, amelyben generációk sora nőtt fel. Én gyerekként a legjobban a forgóhordót szerettem, mások meg mondjuk a hullámvasutat. A Vidám Parkot éppen 10 esztendeje zárták be, hogy a helyén felépülhessen a Biodóm. Az akkori főpolgármester 2016-ban úgy vélte, hogy fontos és sikeres projekt lesz ez. A Biodóm világszínvonalú létesítmény lesz, ahol időutazást lehet majd tenni. Most inkább azt mondanám, hogy a Biodóm az a hely, ahol megállt az idő. A kép bal oldalán 2019-es, a jobb oldalán pedig 3 nappal ezelőtti felvételeket látnak. Jól láthatóan nem sok minden változott 4 esztendő alatt a helyszínen. Pedig az elején minden jól indult, folyamatosan haladt az építkezés. 2019-ben azután az állatkert és a Biodóm akkori igazgatója bejárásra hívta a sajtó képviselőit, hogy ott feltegye saját magának az égető kérdést. A nagy kérdés az, hogy vajon miért nem elég rá a pénz. A tündöklésig el sem jutó Biodóm hanyatlása tulajdonképpen innen 2019. decemberétől indul. Ekkor jelentette be Persányi, hogy az építkezésre szánt pénz elfogyott. Azt látjuk, hogy ha teljes körűen magas minőségben akarjuk befejezni a projekteket, akkor durván 20 milliárd forint a bekerülési többlet forrás igénye. Na és akkor ugrás vissza a múltból a jelenbe. Nem tudnánk most befejezni saját forrásból. Bősz Anett, Budapest főpolgármester helyettese azt mondta nekem, hogy nem csak a pénz, hanem a budapesti Fidesz hegemónia is elmúlt. Egyszer csak azt látja Orbán Viktor, hogy 2019. október 13-án nem Tarlós István, hanem Karácsony Gergely a főpolgármester, ráadásul a fővárosi testületi többséget is a Demokrata Ellenzéki Szövetség szerezte meg. És innentől kezdve a kormány elhatározta, és ez teljesen nyilvánvaló, hogy egyfajta szimbólumként itt hagyja a Biodómot, hogy lám-lám, ez a fővárosi vezetés nem tudja befejezni. Természetesen reagáltatni szerettem volna a kormányt erre az állításra, el is küldtem Lázár János minisztériumának a levelemet, de interjú helyett csak egy nagyon rövid választ kaptam. Tisztelt L. Dézsi Zoltán!
A kérdéseire az Építési és Közlekedési Minisztérium az alábbi választ adja. A biodóm helyzetének kezelése és jövőbeli sorsának kérdése jelenleg a főváros feladata. A kormány az állatkerti fejlesztéshez korábban minden támogatást megadott, amit ígért. Lázár János a tavalyi Transit Expo-n egyébként beszélt a biodómról. Biodóm ügyében egy megkezdett beruházásról van szó, amit be kell fejezni. Teljesen más az állásponton, mint sok fideszesé. Engem nem érdekel, hogy a fővárosé, az állatkert, vagy a biodóm ki. Sajnos az eredeti hangfelvétel innentől annyira recsek, hogy nem tudom bejátszani, de arról beszélt Lázár, hogy az állatkert korábbi igazgatójának, Persányi Miklósnak fantasztikus ötlete volt a biodóm, és nem szabad hagyni, hogy az a hely, amit az emberek szeretnének, torzó maradjon. Minisztériumának mostani levele alapján ez alig, hanem azt jelentette, hogy a főváros nem hagyhatja félbe az építkezést. A főpolgármester helyettes szerint viszont már csak azért sem tudják a munkálatokat folytatni, mert ennek költségei 2019 óta alaposan megemelkedtek. Most ez minimum dupla ennyi, olyan 60 és 70 milliárd forint közé becsülik a szakemberek, és ez azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok felelőtlen döntés született a kormány részéről biodóm ügyben, de hogyha valamit páratlan felelőtlenségnek nevezhetünk, akkor az ez, hogy hagyta eltelni úgy ezt a 4 évet, amikor elszálltak az építőipari árak. Rémtörténetek keringenek arról, hogy hogyan bukhatnak a tulajdonosok még többet a biodómon. Itt van például az épületen belüli csónakázótó. Hogy ez a hatalmas betonteknő ereszte valahol, azt csak úgy lehetne kipróbálni, hogy föltöltik vízzel. Nagyságrendileg valóban ez a 100 millió forintos keret lenne elegendő a vízes üzempróbára. A fővárosnak erre nincs ennyie. Ha viszont nem próbálják ki, hamarosan elvész a garancia, vagyis ha később derül ki valamilyen hiba, azt már nem kell ingyen kijavítania a beruházónak. Beruházás garancia nélkül. Elég magyaros történet ez. Talán, hogyha maradt volna Tarlós István, akkor is itt most bajok lennének, hiszen közben történt ez az energiaválság, ami érzékenyen érinti ezt a beruházást. Az eseményeket elejétől nyomon követő Szalai Dániel szerint nagyot és vélhetően túl nagyot álmodtak az alkotók. Ráadásul annak sincs nyoma, hogy megtervezték volna a megtérülést. Föntartása ennek jóval magasabb, mint amit elképzeltek, nem annyira hatékony, mint ahogy ezt gondolták, de én azt gondolom, itt a tervezésre is visszavezethető az egész, hogy ez egy túl nagyobb mertek gondolni. A tervező irodát is megkerestem, hogy rákérdezzek, hogyan élik meg, hogy a terveikből jelenállás szerint nem biodómot, hanem torzót építenek, de nem adtak interjút. Annyit írtak, hogy nem jogosultak nyilatkozni, én ezt elhiszem, de szerintem, ha nagy sikerrel működne a biodóm, akkor csak mondtak volna pár boldog szót. Itt élnének ma az orrszarvúak, ha sikerült volna befejezni a biodómot. Most viszont nem az a kérdés, hogy mikor költöznek ide az állatok, hanem az, hogy befejezzék 70 milliárdért, vagy lebontsák szintén sok milliárdért. Ezt most már visszabontani kellemetlen lenne, viszont nyilván le kéne vonni a következtetéseket abból, hogy itt kihibázott, mi történt, és szétosztani azokat a költségeket a fővárosi önkormányzat és az állam között, eldönteni ezeket a kérdéseket, hogy ez most állami beruházás egyáltalán, vagy fővárosi. A főváros úgy érvel, hogy a biodóm tervezése idején a Fidesz vezette az országot és a fővárost is, tehát ez egy kormányberuházás. A korábbi főpolgármester viszont azt sem érti, hogy hogyan lehet megkérdőjelezni, hogy ez az egész fővárosi beruházás. Tarlós István a Magyar Hírlapnak azt mondta pénteken, hogy 2019-ben 200 milliárdot hagytak a budapesti kasszában, abból bőven be lehetett volna fejezni az építkezést. Akár így, akár úgy. Az biztos, hogy most két lehetőséget mérlegelhetnek a döntéshozók. Szereznek valahonnan 60-70 milliárdot és befejezik az építkezést, vagy lebontják az egészet, ami egyébként szintén több milliárdba kerülne. Amúgy találkoztam olyan járókelővel, aki visszakívánja inkább a Wurstlit a ligetbe. Visszaállítanám az eredeti felállásba az egész parkot, mert ez borzasztó, hittem. Tehát megint vidám park legyen? Igen. Sokan visszasírják szerintem. A hölgy tehát bontana. Mások viszont inkább építenének. Be kéne fejezni, mert mindent félbolyunk, akkor az országban szét fog hullani darabokra. Hogy mennyire tragikomikus a helyzet, azt legjobban talán ez az úr érzékeltette nekem. Ha be kell fejezni, ezt nem lehet így hagyni.
Ugye a kormány azt mondja, hogy fejezze be a főváros azt mondja, hogy fejezze be a kormány. Eléggé kibékíthetetlennek tűnik az ellentét. Hát, akkor befejezem én. Van 70 milliárdja? Hát most hazaugrok, aztán befejezem. Nevettem a férfi mondandóján, de a helyzet azért korán sem ennyire vicces. Budapestet ugyanis nem egy torzó csúfította már el az elmúlt évtizedekben. Gondoljunk csak a Nemzeti Gödörre. Ide álmodták annak idején a Nemzeti Színházat, de csak az alapozásig jutottak. Vagy a rózsadombi szotszálló torzójára, amely évtizedekig csúfoskodott a Duna felett. Vagy a meg nem rendezett 1995-ös budapesti világkiállításra épített tüskecsarnokra, amely 16 évig állt félkészen. Nagyon könnyen lehet, hogy a biodóm is ezek közé kerül majd. Azt drámainak tartanám, hogyha milliárdokat költenénk egy közös vagyonelemnek a lebontására. Az elmúlt hetekben Bőszanett egyik Facebook bejegyzésére hivatkozva bejárta a sajtót a hír, hogyha nem fűtik tovább a biodómot, és a benti hőfok tartósan 14 fok alá csökken, akkor akár össze is dőlhet az építmény. A távfűtés viszont horror összeg. Most úgy tűnik, hogy legalább ez a kérdés megoldódik. Most úgy tervezik, hogy a szomszédos Széchenyi fürdő 60 fokos termálvizét vezetik be a biodóm fűtési rendszerébe, így ki tudják váltani a nagyon drága gázfűtést. Persze ez csak tüneti kezelés, ettől még nem tudjuk, hogy befejezi-e valaha valaki az épületet. Azt, amely amúgy tényleg a legegyháza, 225 méter hosszú és 120 méter széles, vagyis nagyjából akkora, mint két futballpálya. A legnagyobb belmagassága 36 méter, körülbelül ekkora egy 10 emeletes ház is. A látogatói sétány pedig majd 2 kilométeres benne, szóval a méretei elképesztőek, kár, hogy a jelen helyzet alapján mindez értelmetlen, mert használhatatlan. Én attól tartok, hogy a biodóm sorsáról, és ne legyen nekem igazam, hosszú évekig nem születik még döntés, de ha születik is valami döntés, és azt még végre is hajtják, akkor is biztos, hogy ebből már senki nem jöhet jól ki, sem az álmodók, sem a megvalósítók, hiszen rengeteg pénz ment rá, és rengeteg pénz fog még rámenni. Hát ez van. A Heti Naplóban Erdészi Zoltán riportját látták.